9-essel. Megkapta az engedélyt, hogy felgördüljön a rajtba Verép Zoltán és Mayer Dávid. Sziasztok srácok, mi újság veletek? Hogy várjátok? Milyen érzésekkel, milyen reményekkel ezt a hétvégét? Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Egy kis átnézése volt az autóval kapcsolatos dolgoknak. Megtaláltuk talán azokat a problémákat, amik a múltkori versenyen előjöttek, úgyhogy mindenképpen szeretnénk most már tisztán megcsinálni ezt a hétvégét, úgyhogy egy élvezetes jó versenyt szeretnék itt lenni. Ehhez kívánunk sok sikert és jó utat nektek! Essel tehát Verép Zoltán és Mayer Dávid kezdi el az első hídépítő Dunakanyar rallyt. Itt vász! Mm-hmm.
érkezik hozzánk Lada VFTS-sel, P12-es kategória első helyezés, ORC 2VD kupa második helyezés. A díjak átadására felkértük Adamovics már főszervezőt, valamint Berényi Ákos MNS rally szakák vezetőt. És hogyha már a rally szakáknál tartunk, akkor egy legendás ladás versenyzőről egy vándor serleget, egy emlékkupát írt ki a szakák ebben az esztendőben. Tyutyura emlékszünk, Pető Istvánra, aki néhány esztendővel ezelőtt itt hagyott minket, egy súlyos betegség következtében hunyt el. Nagyon megrázta természetesen az ő esete is a rally társadalmat, és most a szakák úgy gondolta, hogy egy emlékkupával a legjobb ladás párosnak bizony el kell venni Pető Tyutyú emlékét, és gondolom, hogy így lesz ez a későbbiekben is. Thank you.